Zene Charles Fox. Fényképezte Robert Jessup. Írta Alan Robert, Elida Kalisz, Friedl van Gores és Arnold Margoli. Rendezte Don Taylor. Magyar szöveg Szőnyi Klára, hangmérnök Császár Miklós, rendezőasszisztens Lengyel László, vágó Nyers Mária, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Kosztola Tibor. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videó Vállalat műtermében készül. Rajtam, mozogjatok, fiúk! Kicsit fürgében! Gyereked! A feleség! Te jó, akkor nyomás! Hé, Teddy, hova rohadt? Már itt is van, a legjobb kor jött. Szervusz. Szia. Hogy érzed magad? Egész jól. Most, hogy itt vagy, jól. Hogy éppen most kellett az építkezésre mennem. Hogy értél ide ilyen gyorsan? A cég küldött egy helikoptert. Biztosan féltek, hogy kocsival fejre állok. Milyen gyakoriak a fájások? Kétpercesek. Itt van már Ken és dr. Steinman? Nem tudom. Minden rendben? Aha, teljesen. Szívem. Igen? Tudod, hogy meg fog változni az egész életünk? Tudom. Jobb lesz, igaz? Hogy lehet jobb az, ami a lehető legjobb? Szeretlek. Úgy látszik, komoly a helyzet. Jaj, Ted, úgy félek. Nem szabad félned, kicsim. Egészen biztos, hogy Kevin nem okoz kalamajkát. Ide figyelj, drágám. Tudom, te egészen biztosra veszed, hogy fiú lesz. De azért mégis, a biztonság kedvéért, nem kellene választanunk egy lány nevet is? Persze, szívem, ahogyan akarod. Válasz csak egy aranyos lány nevet a következőnek. De ez most csak Kevin lehet. Úgy szeretném, ha végig mellettem lennél. Nyugodj meg, édes. Mire magadhoz térsz, a kis Kevin meg én ott leszünk melletted. Ted, tényleg akarod ezt a gyereket? Te csacsi, ez olyan, mint a csapatnál.
Ha feltűnik egy klassz játékos, nem szabad elpasszolni. De most ne gondolj semmire, lazíts. Na hát, sose gondoltam, hogy ilyen izgalmas egy szülés. Mély lélegzet. Szervusz, Ken. Amint látom, te már kézben tartod a dolgot, mint mindig. Azt hiszem, nem tart már sokáig, Kedi. Ne nyomjon még. Ha nagyon fáj, szorítsa Mike kezét. Jól van, jól van. Nem tudom, hogy képes leszek. Persze. Most gondolj arra, kicsim, hogy holnaptól megint karcsú leszel, mint a nátsza. Fújj! Dr. Sampson, kérjük a szülészetre. Dr. Sampson, a szülészetre. Miss Davis, kérjük a 691-re. Miss Davis, a 691-re. Mr. Barnes? Igen, én vagyok. Mr. Ted Barnes? Igen, Ted a nevem. Nos, Mr. Barnes, örömmel közlöm, hogy felesége jól van, és egészséges kisfiút hozott a világra. Igen, azt tudom, de mennyi a súlya? Tudja már. 3,55 kg. 3,55 kg összesen? Igen. Azt hiszem, középfedezet azért lehet. Majd szólítjuk, ha bemehet hozzájuk. Köszönöm. Dr. Hedley a műtőbe. Minden rendben. Nagymama lettél. Ó, ez csodálatos. És micsoda? Fiú. Christopher Michael, 3,70 kg. És Keti hogy van? A lányod remekül érzi magát, csak egy kicsit fáradt. Hát azt remélem is. Én teljesen kimerültem. Dorian, ki mondta neked? Én hoztam be Kettit a stúdióból. Oh. Na és mondd csak, milyen a kis Christopher Michael? Gyönyörű akár az anyja. Hát igen, ha Ketti nem volna a legjobb tervező, ő lenne a kedvenc modellem. Ha nem haragusztok, én most kibülök ebből a pizsamából. Jó, vigyázz rá. Jól van. Szia. 3,55 kg. Én mennyi volt, amikor megszülettem? 3,80 kg. Jó van, anya, majd felhívlak, ha otthon leszek. Igen, köszönöm. Elnézést. Semmi baj, uram. Ted Barnes. Maga Ted Barnes, igaz? Igen, én vagyok. A nevem Dr. Steeman. Egy játékos, aki egyetlen hazai meccsről sem hiányzott, és a legjobb volt az elmúlt 4 évben. Köszönetért. Nagyon kedves. Disznóság, hogy letiltották. A csapatának nagy szüksége van ilyen jó hátvédre. Ahogy legutóbb játszott, az a texasi futball történetének legszebb lapja. Köszönöm, doktor úr. De bocsásson meg, a feleségem éppen most szült. Gratulálok. És mi lett? Természetesen hátvéd. Elszalasztottad Christophert. A nővér elvitte. Majd megnézem az ablakon át. Tudod, az anyád volt itt. Igen? El volt ragadtatva. Akár én. Hálás vagyok neked. Miért? Hogy itt vagy velem. Nélküled... Azt hiszem, nélküled nem lettem volna képes rá, de nem is akartam. Köszönöm. Ha újra szülni akarsz, csak hívj és jövök. Egyelőre ennyi is elég. Mondok valamit. Mit? Gyönyörű vagy. Szia! Szia! Minden újszülött ilyen szokott lenni. Olyan csúnya, hogy középfedezet lesz. Ted, a te fiad. Azt akarod mondani, hogy hasonlít rám? Te tréfálsz, drágám, ugye tréfálsz? Beszéltem a mamával. Alig várják, hogy lássák a hétvégén. Most a hétvégén. A meccs miatt mindenképp eljöttek volna. Nagyon izgalmas lesz. Sajnálom, hogy ti ketten nem látjátok. Nem azt mondtad, hogy egyelőre nem játszol? Te álmodtál. Soha nem mondtam ilyet. Tudod, a fiúk rábeszéltek. Meg kell nyernünk ezt a meccset. A bajnokságról van szó. Aztán özöllenek majd az állásajánlatok. Jó lenne.
Nem szívesen szólok, de vissza kell vinnem a babát az osztályra. Nem hagyhatnám még itt. Csak most ébredtem fel. Nem lehet, asszonyom. Már így is tovább volt itt, mint szabad lett volna. Szüksége van pihenésre. Igaza van, szívem. Nehéz napod volt. Csukd be a szemed, és próbálj aludni. Leveszik azt a közöttről. Meglátod, jobb lesz. Gyere, picikém. Jó ég, milyen piros a bőr a karkötőre. Ezek a karkötők kidőzsölik a kis csuklójukat. Hát igen. Úgy tudtam, szabad napod van. Igen, de Jenny beteget jelentett, helyettesítem. Őrület, micsoda nehéz napot fogtunk ki. Egyszerűen nincs megállás. Tényleg nincs, és még ketten vannak a szülőszobán. Hogy mi lehetett 9 hónappal ezelőtt? Talán áramszünet volt. Gyorsan, a főnök hivat. Engem? Mindkettőtöket. Na. Megmondom neki, hogy már is jöttök. Lássam, hol a trónörökös? Mutassátok az unokámat! Mutassa, fiam! De csodálatos! De rég volt, amikor ilyen iciri-picirit tartottam a karomban. Nem is olyan pici. Jaj, de gyönyörű! Előbbi, mama, várja sorolva, előbbi! Itt szólsz hozzá, Kenny. Oké, tessék. Ez itt Kenny bácsi, pici. Csoda stramsrác. Gratulálok a büszke atyának. Kire hasonlít? Hát rá, végül is én vagyok az apja. Tessék, mintha te a világon sem volnál, nem rémesek? Nem számít, hadd élvezzék. Amíg az ember terhes, mindenki körülötte ugrál, úgy érzi, hogy ő a világ közepe. De ahogy megérkezik a gyerek, az anya már nem is számít. Viccelsz? Csak nem vagy féltékeny a saját gyerekedre. Dehogy. Csak szeretnék terhes lenni legalább 20-30 évig. Remélem, lekörözi az apját. Fogd meg, fiam. Megyek, mert különben nem lesz ebéd. Tényleg pompás kis baba. Köszönöm. Kár, hogy nem láthattad tegnap, hogy vadult apád a pályán, kis öreg. Majd elmondod neki, ahogy nagyobb lesz. Abban biztos lehetsz, Kem. Nagyszerű játék volt. Köszönöm. Megnéztem a tévéhíradót, és a sportriporter azt mondta, hogy szerinte nem ti nyeritek a bajnokságot. Remélem, bebizonyítjátok neki, hogy oltári nagy marha. Ha rajtunk múlik. Nagyon helyes, öcskös. Elsőprő győzelem lesz. Gyere, el is meglátod. Igen. Akarod egy kicsit? Nem árt egy kis helyes, edzés. Helyes, az csak ide nekem. De óvatosan, öregem.
Azt hiszem, rám hasonlít ez a gyerek. De hogy kiköpött a nagyapja. Szerusztok! Szervusz! Hello! Én jövök. Szia! Tud már beszélni? Igen, de azt hiszem kínaiul. Nem rossz teljesítmény egy hetes korára. Tényleg nem rossz. Különösen egyetlen fog nélkül, igaz? Hogy érzed magad? Egész jól tulajdonképpen. Örülök, hogy megint látom a lábamat. Mondok valamit. Nem emlékszem, 8 évi házasságunk egyetlen olyan hetére sem, amikor te minden nap itthon lettél volna. Nagyon élvezem. Élvezd is. Köszönöm. Te is élvezed? Persze. Ó, már elveszi. Hadd adjak egy puszit. Michael? Tudod, megbeszéltük, hogy visszamegyek dolgozni, ahogy megszületik a kicsi. Igen? Remélem, nem tartott túlságosan elképesztőnek. De szeretek itthon lenni. És mi lesz a divattervezéssel, lemondasz róla? Nem, dehogy. Tudod, mennyire szeretem, soha nem hagynám abba. Csak most, hogy itt van Chris, már nem olyan fontos, mint amilyen volt. Nem szeretnék egész nap egy irodában ülni, miközben őt más neveli fel én helyettem. Ismerlek. Te forgatsz valamit a fejedben. Igen. Arra gondoltam, hogy esetleg dolgozhatnék itthon, legalábbis egy ideig. Óriási ötlet. Még valami. Aha. Csoda érdekes lenne egyszer gyerekdivatot tervezni. Baby holmikat? Aha. Persze, Dorian nem lesz oda az ötlettől. Teljes fordulatot jelentene a számukra, biztosan nem megy bele. Az nem olyan biztos. Amilyen sikeres voltál eddig is, lehet, hogy kapva kap az ajánlatot. Ez egy teljesen más piac. Befutnátok ott is. Minden esetre kockázatos. Tudod mit? Átalakíthatnánk a gyerekszoba melletti szobát stúdióra. Pontosan erre gondoltam én is, szívem. Erre iszunk. Keresek valami jó filmet. Vesztettünk. De sajnálom. Tudom, mennyire bíztál a csapatban, de a bajnokságot megnyerítek. Hogyan már, Oli? A bajnokság nem ér semmi. Elfáradtam. Ezt a meccset kellett volna megnyernünk. Az Istenit. Meg volt rá minden esélyünk. Szemi gyönyörűen vezette a labdát az utolsó 5 percben. Amíg az a srác fel nem bukkant valahonnan a semmiből, és el nem vette tőle. Úgy futott vele, mint a nyúl, és bevágta volna a gólt, ha Bob el nem gáncsolja. Folytasd. A srác dübegörült, de a labdát nem engedte el. Felugrott és kicselezte a fiúkat. Aztán odafutott hozzám és belevágta a képembe. Felfort az agyam és rávetettem magam. De jó Isten, megütötted? Nem ütöttem meg, még csak hozzá se értem, mert a fiúk lefogta. Most úgy érzed, megtetted volna, de én nem hiszem, hogy képes lennél rá. Én nem tudom. Látták, hogy megpróbáltam. Ilyesmi előfordul, az a fiú kötekedett veled. Oli, a srác 16 éves és izgatott volt. Be kellett mennem az öltözőjébe, hogy elnézést kérjek. A fiúkkal. Búcsút mondhatok az új állásnak. Bocsáss meg, Holly, hogy pácba hagytalak. Ez nem igaz, Ted. Hogy mondhatsz ilyet? Nem hagytál minket pácban. Elvesztetted az eszed és butaságot csináltál. De van olyan ember, akivel ez nem fordul elő. Ha ezt nem értik meg, menjenek a pokolba. Tudod, mi lesz 1 év múlva? Senki sem fog emlékezni arra, ami ma történt. Kivéve téged. Thank you.
Én azt hiszem, nincs gyerek, aki olyan magasra felér. Tudom, de nekem van egy 188 centi magas férjem, aki igen. Az igaz. Minden készen áll, jöhettek? Siessetek, jöhettek. Kezdjük! Ott a nyuszi. Gyere, gyere! Piros tojást magasok, jó? Gyerünk! Hello! Külön párolva Christopher mamiának. Ó, köszönöm szépen. Túl édes. Ő csinálta. Értem. Igaz. Mindenki itt van? Igen. Akkor figyelem. Felkészülni. Egy, kettő, indulj! Na, meg is van. Tessék. Na, nézzük csak, hol is gyere, lehet. Gyere, csillagom, azok a piros tojások már nagyon várnak. Jaj, ne olyan hevesen, lehet, hogy harapnak. Csak nem képzeld, hogy Keti harapos tojásokat dugott el. Te jó ég. Nézd, kicsikém. Ó, már találtunk is. Ha minden itt csodaszép. Ez minden itt is van. De aranyosak. Tetszik az? Nincs. Nincs itt sem. Mi? Aha. Ott is van, ez az. Mit szólsz hozzá? Tetszik. Remek. Tetszik neki. Ó, micsoda ügyes kisfiú. Adod a maminak. Látod, milyen okos fiad van? Ebéd időzik? Gondolom, igen. Helyes. Ülj le szépen. Fogd meg. Várj, hadd etessen meg én ezt a kis virágszálat. Te inkább törődj a vendégén. Jól van. Nos, Christopher, nézd a nagymami, mit ad neki. Itt a papa picit. Eszik? Szia. Ennyi, hogy lehet, hogy még nem ette meg a zsákmat? Jaj, Henry, hiszen ezek festett tojások. Ki tudja, mi van bennük. Hála Istennek, hogy belőled nincs több már se. Lesz, Krisz, miért nem eszel? Hiszen ez szeretett kincsen. Most miért sírsz? Igazán nem értem. Nem eszik ez a gyerek. Úgy látszik, nincs ma szerencsém. Kipróbálja meg. Ah, majd én. A papa boldogul vele. Helyes papa munkára. Már is. Megyek már vissza. Itt vagyok. Szia. Lássuk, mi ez. Borsópüré, ez a kedvencünk, igaz? Semmi baj, már is eszünk. Ha? Jól van. Nézd csak, picim, repülőgép. A repülőgép le akar szállni. Nyisd csak ki a szád. Apa megmutatja, hogy... Nézd, a repülő leszáll. Berepül a gép. Hisz az borralmas. Igazad van, Christopher. Nem csoda, ha nem eszi meg. Okos kisrácunk van. Igaz. Hát persze. Nem kell megenned. Ne félj, édes picurkám. Fog meg szépen. Rajta. Próbáljuk meg újra, rendben? Á, köszönöm. Szívesen. Tudod, mire gondolok? Azt hiszem, kéne neki egy játszótárs. Nem akarsz még egyet? Ha jól tudom, másfél évvel ezelőtt ettől az egytől sem voltál elragadtatva. De most el vagyok. Különben is azonnal azt mondtam, tartsuk meg, nem? Nem.
De ez csak nem akadály most. Nem. Tényleg? Nem. Húrítsd ide a labdát. Ügyes vagy. És most dobjad, gyerünk. Na, fogadj szót apádnak. Lássuk, dob. Nem sikerült elaltatni? Ahányszor csak ágyba teszem, sírni kezd. Pedig nincs ő emelkedése. Nem tudom, mi baja van. Nemrég náthás volt, de akkor sem volt ilyen. Mi van veled? Emlékszel? Ken azt mondta, minden gyereknek vannak rossz időszakai. Mindegyik átesik az ilyesmin. De ő alig eszik húsvét óta. Igen, éppen ez akaszt. Be kéne vinned holnap a kórházba. Igen. Reggelben megyek vele. Jól van. Jól van, kicsim. Nyugodj meg. Van valami újság? Csak amit telefonon mondtam, még most is vizsgálják. Kennek sincs elképzelése arról, hogy mi lehet. Nincs. Reggel behoztam, és Ken itt tartotta. Azt mondja, alaposabb kivizsgálás kell. Michael, úgy félek. Ne aggódj, drágám. Ken biztosan segít. Csak ne tartana ilyen sokáig. Szervusz, Michael. Ketty, sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott. Tudom, hogy aggódsz. Hol van Christopher? A nővérek gondjaikba vették. Nem kell félned. Ketty és Mike, hadd mutassam be Sullivan doktornőt. Ő az osztályon a kardiológusunk. Örvendek. Ken, mi történt? Minden, amit mondtál, csak... Üljünk le, foglaljon helyet. Tessék, kolléganő. Ijesztőnek hangzik, amit mondani akarok, de előre bocsátom, hogy olyasmi, amin segíteni lehet. Mi az? Krisznek egy kis baj van a szívével. A szívével? Hogy érted ezt? Majd Sullivan doktornő elmagyarázza. A helyzet az, hogy a fiúknak sajnos aorta szűkülete van, és ez lényegében azt jelenti, hogy a vér nem áramlik megfelelően az aorta billentyűjéhez, ami állandó nyomást gyakorol a szívre, és a test egy része nem kap elég vért. De miért csak most derült ez ki? Általában nem fedezhető fel előbb, csak amikor az aktivitási szint megnövekszik. Mennyire komoly? Elég komoly ahhoz, hogy valamit tegyünk ellene. Mit? Műtétre van szükség. De jó ég. Hiszen csak 9 hónapos. Biztosan van valami más megoldás is. Bár csak valóban lenne. Olyan pici még. Hogy lehet egy csecsemő szívét megoperálni? Gyakrabban fordul elő, mint gondolja. Szívesen mondanám azt, hogy nem veszélyes, de minden szívműtét rendkívül komoly beavatkozás. De azt ígérhetem, hogy a legkiválóbb orvosi ellátásban fog itt részesülni. Mi okozta? Nem tudtuk volna megelőzni? Egyáltalán nem. A gyermekeknek 1%-a sajnos valamilyen szívelégtelenséggel születik. És milyen sürgős az operáció? Amilyen hamar csak lehet, megcsináljuk. Ez a műtét teljesen kiküszöböli a problémát? Ezt nehéz lenne megmondani. Talán egy idő múlva, amikor Krisz már idősebb, szükség lesz még egy műtétre, de most nincs értelme emiatt aggódni. Ketty, én nem hagyom, hogy bármi rossz történjen vele. Ezt ígéred vagy reméled? Egyaránt. Bocsássatok meg. Olyan picike. Jó Istenem. Tudom, hogy nem érti, mit beszélünk, de ha rámosolygunk, ő is mosolyog. Nem gondolod, hogy észreveszi, mennyire féltjük? Lehet. De ez nem volna jó. Thank you.
Ne vigyük be a nyuszit. Mit? Nem örülne, ha bevinnénk neki a nyuszit. Persze, hogy örülne, szívem. Dr. Shaughnessy-t kérjük az 539-re. Dr. Shaughnessy az 539-re. Maga akar beszélni velem? Igen, én, doktor úr. Sullivan doktornő kérdezi, hogy nem nézte el meg a Sanders baba vérképét, mielőtt átküldte neki. Nem, a laborból egyenesen elküldettem hozzá. Azt mondta maga szerint a baba vércsoportja ritka. B negatív. A labor jelentése szerint nulla vércsoport. Nem, a labor hibázott. Rendben van, új vérvizsgálat lesz, az eredményt ide küldöm. Jó. Minél hamarabb túl vagyunk rajta, annál jobb. Köszönöm. Kicsit korán jöttetek, a meccs egy hónap múlva lesz. Igen, én mondtam neki, de ő ismerné Angelt, és meg szeretné tanítani neked. Tényleg? Hát akkor halljuk. Na, mi az? Mondd, mit csinálsz te? A szezonban sose láthatom a zenekart. A zenekar ott van. Igen? A lányok pedig itt vannak. Tényleg, észre se vettem. Észre se vettem. El sem hiszem, hogy így lazít az egy nappal munkakezdés előtt. Tavaly ilyenkor nem bírtál magaddal izgalmatban. Tavaly az volt a legfontosabb az életemben. És az idén? John, ma mi a fene folyik itt? Nem értem, hogy hogy? A Sanders baby második vérképe ugyanaz, mint az első. Nullás vércsoport. Igen, magam csináltam, én küldtem neked. Valami tévedés lehet. Volt más Sanders is a szülészeten? Nem volt. Egyébként még itt van a fiola. Várcsak, megnézheted. Nullás. Semmi kétség, hogy az. Csak hogy az anya AB-s. Nem lehet. Persze, hogy nem. Várj csak, várj. Vannak más lehetőségek is. Talán nem a gyerekeket cserélték el, hanem a leleteket. Mi a helyzet a férjel? Lehet, hogy nem ő az apa? Nézd, én csak annyit tudok, hogy az anya AB és a gyerek meg nullás. Tehát bárki is az apa, ez a gyerek, nem lehet ezi az anyái. Hát igen. Már 9 éve igazgatom ezt a kórházat. Tudom, hogy másút már előfordult ilyesmi. De hogy az Istenben történhetett meg ez nálunk? Bárhogyan is történt, feltétlenül korrigálnunk kell. Készítettem egy listát. Minden fiú szerepel rajta, aki aznap született, mint a Sanders baby. Kihagytam a feketéket, meg a koraszülötteket, és nézd. A Barnes baby és a Sanders baby ugyanabban az órában született. Fogadni mernék, hogyha vért vennénk a Barnes babytől, kiderülne, hogy B-s. És hogy itt lehetett a keveredés. Nem, nem tehetek lépéseket, amíg nem beszéltem a jogi osztályunkkal. A szülőknek joguk van megtudni. Tudom, hogy mik a szülők jogai kellene, és meg is fogják tudni. A megfelelő időben. Minél előbb, annál jobb.
Hogy ment? Egészen jó, szívem, ha azt vesszük, hogy a... Egész jól, ahhoz képest, hogy ez volt az első edzésünk. Egész jól csináltuk. És képzeld, felhívott az Oklahoma Tech vezető edzője, és azt mondta, megőrült náluk egy edzői állás. Kérdezte, nem érdekel-e. Na és? Á, nem, most nem. 4 héttel az új idény kezdete előtt. Azon kívül a jelenlegi állásom jobb. De azért nem rossz, ha kapós az ember. Látod? Mindent elfelejtette. Hol van az Oklahoma Tech? Oklahomában. De bolond. Milyen borzasztó. Kérjük sürgősen a szülészet. Mitchell doktornő a szülészetre. Menj csak. Jó napot. Az igazgató úr már várja önöket. Köszönöm. Főnök, Henshaw doktor úr van itt. Kathy, Mike, hadd mutassam be dr. Philip Stader. Jó napot. Dr. Stader, foglaljam a helyet, kérem. Nagyon örülök, hogy eljöttek. Kicsit megijedtünk, amikor hivatott. Először is szeretnénk leszögezni, hogy ezúttal nem Christopher egészségéről lesz szó. Bárcsak valamilyen módon könnyíthetnék a helyzetükön. Amint tudják, Christophert a műtét miatt különböző vizsgálatoknak vetettük alá. A leletekből sajnos valami más is kiderült, mint amire számítottunk. Bizonyos keveredés történt. Keveredés? Hogy nem értem. Valamikor a szülés után, mielőtt elhagyta a kórházat, az önök gyermekét véletlenül elcserélték egy másikkal. Mi? Ez nevetséges. Ken, hiszen te ott voltál a szülésnél. Kathy, a leletek egyértelműen bizonyítják, hogy Christopher nem az, akit világra hoztál. Azt akarják mondani, hogy nem ismerem meg a gyermekemet? A saját gyermekemet? Higgy el, hogy nem fordultunk volna önökhöz, ha nem volnánk benne teljesen biztosak. Felülünk mondhat, amit akar. Christopher a mi gyerekünk. Nem érdekelnek a leletek. Tudom, megdöbbentő és nagyon nehéz elfogadni. Itt nincs mit elfogadni. Mr. Sanders, nekünk korrigálnunk kell ezt a tévedést, amilyen gyorsan lehet. Nincs más lehetőségünk. Hogy érti azt, hogy korrigálni? Csak nem akarják elvenni tőlünk a fiunkat. Nem, erről akkor kell majd dönteni, ha már felvettük a kapcsolatot a másik házaspárral. Ez már túlmegy minden határon. Nem tudom, miféle sötét üzelmek ezek, de egy baráttól minden esetre mást vártam volna. Mr. Sanders! Betegen fekszik a fiunk az emeleten. Segítenek rajta, vagy sem? Higgyék el az minden, amit tudni akartuk. Bocsássanak meg! A kórház olyan hajthatatlan, hogy kénytelenek vagyunk ügyvédhez fordulni. Már keresik is az úgynevezett másik házaspárt. Mint hogy önök a birtokon belüli szülők, vannak bizonyos jogaik. Csak azt akarjuk tudni, elvehetik-e tőlünk Christophert. Bírósági végzés nélkül nem. A kórház fordulhat bírósághoz? Igen, de nem nyernének vele semmit. A legfontosabb probléma a gyermek egészsége. Az első, amit meg kell állapítanunk, hogy mi az alapja az állításuknak. Talán csak annyi az egész, hogy valaki felcserélte a papírokat. Remélem így van. Uram, tudom, mennyire aggódnak a fiúk miatt. Hadd tárgyaljak én a kórházzal, jó? Kiderítem a dolgot. Kérem, hívjon fel minket telefonon, ha rájött valamire. Természetesen. Azt akarja bemesélni nekem, hogy Kevin nem a fiam? Azt mondom, igen. Ez a legnagyobb marhaság, amit valaha hallottam. Azt képzeli, nem ismerem a fiamat. A leletek egyértelműen bizonyítják. Nem érdekelnek a leletek. És miért most? Miért jönnek ezzel a baromsággal 9 hónappal később? A másik gyereket, a maguk fiát behozták a kórházba kivizsgálásra, és a vérképe alapján rájöttünk arra, hogy nem lehet azoknak a szülőknek a gyermeke. De milyen vizsgálat volt? Sebészeti. Meg kell műteni a szív ütőerét. A szívét? Á, most már értem. Világra jött egy szívbeteg kisgyerek, az apja valami fejes, és most maguk átpasszolnák neki Kevint, a beteg gyereket meg ránk hoznák. De ez nem fog menni, Kevin a miénk! Mr. Barnes, ha megengedni, hogy vért vegyünk a kicsitől, be tudnánk bizonyítani. Azt képzeli, elhinné maguknak. Nyilván mindent megpróbálnak, hogy megkapják Kevint. Hát tegyenek le róla, értik? Gyere, Oli! Doktor úr, én nagyon sajnálom a beteg kisfiú szüleit. Mi együtt érzünk velük. De maguk a kisfiú szülei, kedvesem.
Az elektromos váltóra van szükség a Trafalgari melóhoz. Igen, szólj Johnnak, hogy lépjen velük kapcsolatba. Igen, igen, persze. Nekem most más gondom van, értsd meg, nem érek rá. Intézze csak el John. Rendben? Szervusz. De sápat vagy. A bemutató később lesz, menj ki a levegőre, sétálj egyet. Lazíts egy kicsit. Nincs kedvem. Mi bajod? Arra gondolok, amit Ken mondott. Miért hazudna nekünk ilyen fontos ügyben? Mit akarsz ezzel? És ha igazuk van? Ha tényleg elcserélték őket? Krisz a mi fiunk, mi már csak tudjuk, nyilván téved. De mi lesz, ha nem? Akkor valahol valakinél van egy kisgyerek, aki a mi gyerekünk. Krisz a mi fiunk, Keti. Nézd meg őt, és akkor mondd, hogy nem az. A fáradtság zavar csak meg. Biztosan igazad van. Hát persze. Ne haragudj. Talán haza kéne mennem. És a divat bemutatód? Á, nem, most semmiképp. Egyszerűen képtelen lennék rá. Ide figyelj. Túl odaadóan dolgoztál a terveiden ahhoz, hogy most sútba dobd az egészet. Elmegy a divat bemutatóra, helyes? Jól van. Anya nálunk van, úgyhogy majd megkérem, jöjjön el Kriszhez és váltson fel. Felhívlak, ha van valami újság. Rendben. Gyere csak, figyelj ide! Igen? Ha megkapod a labdát, azt akarom, hogy cselezz, és fuss ki vele a csődületből, és tartsd a szemed a védelmükön, oké? Okay? Ott, hogy a háttérben marad, és nem tesz semmit a labdát, átposzolod a hátvédnek, rendben? Oké. Okay. Mi van akkor, ha kifelé megy? A labda a hátvédhez kerül. Jól van, ez helyes, de ha látod, hogy teljes erővel erőre tör, megpróbálod mindenképpen elvenni tőle a labdát, most már érted? Igen. Kék 22-es! Kék 22-es! Le! És... Raj! Rendben, Matyó! Még négy kör és irány az zuhanyozó! Kösz! Fogd! Mr. Barnes, Dr. Henshaw vagyok a Devon kórházból. Csodálom, hogy volt képe idejönni. Szeretnék beszélni önnel néhány percig. Ha Kevinről van szó, nincs mit beszélnünk. Azt hiszem, meg kell mondanom, hogy nem a kórház nevében jöttem. Akkor meg mi a fenét akar? Azért vagyok itt, mert érdekel a gyerek sorsa, érdekel a szülőké, és megteszek mindent, hogy segítsek. Még azt is, hogy minden ellenkező tanács ellenére idejöttem. Én viszont nem tudok segíteni. De igen, tud. Egy szimpla vérvétellel. Két percig tart, és én házhoz megyek. Kérem. Sajnálom, nem érdekel. Mindez semmi kétséget nem ébresztett önben? Nem akarja megtudni az igazat? Tudom, mi az igazság. A fiam otthon van az anyjával. Sajnálom, de az nem a maga fia. Veszélybe sodorja a saját fia életét. Tudja, mire vetemettek maguk? Azt akarják, hogy mondjak le arról, aki a legfontosabb az életemben. Egy beteg gyerek miatt, aki talán meg se marad. Hülyének néznek! Mr. Barnes, ha sokáig vár az a gyerek, a maga fia, meghalhat, és ha a bíróság dönt, nem lesz választása. El fogják venni öntől a kisfiút, és nem lesz gyermeke. Még beteg gyereke sem. És azzal a tudattal kell élnie, hogy megvolt a lehetősége, tehetett volna érte valamit, de nem tette meg. Hagyjon békén, menjen a pokolba! Magasabbra a térded, Bobby. Még egyszer. Jól van, még két kör. De ezt a kettőt már hibátlanul. Rajta! Kisasszony, legyen szíves felhívni nekem Interurban Oklahomát. Körzetszám 918 555 4367. Gondolta, viszunk egy kis teát, Keti. Nem kellene már öltöznöd? A bemutató két óra múlva kezdődik.
annyira bánt engem is, ami történt. Nem tudnék valamiben segíteni. Magam sem tudom, anya. Ma reggel... első ízben fordult meg a fejemben a gondolat, hogy talán igaz, amit mondtak. És Christopher tényleg nem a mi fiunk. Egyáltalán nem akarok még csak gondolni sem rá, és mégis gyötör. Ha nem a miénk, hogy leszek képes átengedni őt bárkinek is? Reménykedjünk, hogy erre nem kerül sor, de azt se felejtsd el, hogy mindenkinek joga van a saját gyerekéhez. De hát mi az a jog? Csak azt mondhatom, amit én tennék. Mondjad. Én a saját gyerekemet nevelném fel. Lemondanál Kriszről? Nem tagadhatod meg a másik anyától a saját fiához való jogot. Honnan tudjam, hogy akarja-e őt? És honnan tudjam, hogy lemond-e a kicsiről, akit eddig nevelt és szeretett? Kislányom, ezt neki kell eldöntenie. És mitől érzi az ember sajátjának a gyerekét? Attól, hogy a világra hozta? Vagy attól, hogy születésétől kezdve törődik vele? Mást is figyelembe kell venni. Krisz betegsége lehetséges, hogy öröklött. Miért vállalnád érte te a felelősséget? Szeretem Kriszt. Én csak az ő javát akarom. Gondoltál már arra, hogy valójában milyen beteg Krisz? Tudod, hogy meg is halhat? Tudom. Elfelejtetted, milyen régóta akartok már gyereket? Előfordulhat az is, hogy nem maradsz többé teherben. A kis fiatal emberek megjelenésének pompája minden elismerést megérdemel. Mrs. Sanders újvonalú gyerekruhái minden bizonnyal az év slágerei lesznek. Ez a kisfiú például állatokat terelhetne vele a dzsungel mélyén. De ez az elefánt nem megy össze, nem nyúlik, nem fakul, mivel hogy elefánt, és így igen hosszú életű. És most nézzék minden idők legkisebb mackóját. Ki tudna ellenállni egy ilyen bájos kis macinak? A bolyhos fülecskéknek rózsaszínű a szegélye, és a tőszoknya eltávolítható. De jelen alkalommal hagyjuk rajta, hadd táncoljon a papával. Nem hiszem, hogy láttak már aranyosabb pólit. Piros pólóinkhez csatlakozik, és a nadrág sima pamutszövetből készült rojtozott szegéllyel. Tökéletes viselet, ha a játszótéren lovagol. Most pedig egy szép együttest láthatnak Katie Sanders tervezésében. A mama két részes szabadidőruhát visel. Sok mintás, élénkszínű, kényelmes pamutból, derekán széles sejemöbbel. A kislány ruhája... Gyorsan, gyorsan! Mindjárt következnek a vászon cuccok, és még át sem öltöztettek. Gyorsan! Nesze, fogd meg őt! Egy-kettő, öltözni! Penny, csak nem képzeled! Merci, te jössz, Suzy után következel. Keti, fogd, öltöztesd át a következő modellbe. Tvájje legyen kész azonnal, ő jön most. Ne gyárt tőlem valaki ezt a gyereket! Nem, nem, ezt kell felvennie, ne a kásmírt, a svéd mintással! Istenért, fogja meg valaki! Jól van, mindjárt kész! Ki a szarány ezt a két szerelést, erre a kislányra? Penny, kegyelem, segíts! Késésben vagyunk, mit tegyünk most? Teljes a káosz, érted? A káosz! Vidd ki, Keti! Mi? Dorian, szerintem te élvezett, ha pánikot kelthetsz. Keti, mutasd őt be! Pompás mentő ötlet. Még le sem vetkőztetted, mi van veled? Elnézést. Valami baj van? Szeretnék, ha megismernék a tervezőket, akinek ezek az elbűvölő kis ruhák köszönhetnek. Hölgyeim és uraim! Keti, téged várnak, mondj valamit, hajolj meg! Kérlek, Keti, menj már! Nem, soha többé. Mit beszélsz? Soha többé nem tervezek bébiruhákat. Soha többé. De Keti, sikered többé. Van! Úgy látszik, Mrs. Sanders még próbálja a tükör előtt a meghajlást, de biztosan... Hé, megjöttem! Hol vagy te? Szervusz, tücsök. Szia. Az a nyavajás kórház nem hagyja abba. Volt képük oda küldeni valakit az edzésre. Először itt járt? Pofátlan alakok. Rendes volt. Tényleg törődik az ügyjel. Persze, hogy törődik. Úgy érzi, nem táncolhat vissza. De engem nem érdekel. Legyen csak kínos nekik. Azt mondta, biztos, hogy a másik gyerek a miénk. Mit beszélsz? Nem hiszek a fülemnek. Miért?
Csak nem hagytad magad bepalizni. Nem, csak nem értem, miért ilyen kitartóak. Kell valaki, aki kihúzza őket a slamasztikából. Hibát követtek el, és mindent megpróbálnak, hogy megusszák. Te képzeld, felhívtam ma délután Morrist az oklahomateknél. Szeretné, ha holnap oda mennék hozzá. Úgy tudom, visszautasítottad. Még gondolkozom rajta. Azt mondtad, nem olyan jó állás, mint a mostani. Azt nem lehet tudni. Azon kívül, ha elköltöznénk innen, a kórház talán leszállna rólunk. Phil! Phil! Sullivan doktornő azt mondta, hogy nem engedi ezt a Sanders műtétet. Egyelőre nem. Megnéztem az újabb leleteket, és az állapota nem változott. De hát a lényeg az, hogy mégis... A helyzet az, hogy a törvény szerint csak közvetlen halálveszély esetében van jogunk operálni. És ez most nem áll fenn. Phil, mi az ördögöt beszélsz? A tüdőgyulladás és a légzési zavarok kiválthatják a szívműködés leállását. Ez olyan kockázat, amit nem vállalok. Pedig vállalnunk kell. Ha nem járunk el a legnagyobb elővigyázatossággal, a kórházunk tekintélyének, és vele minden orvosunk hírnevének befelekszel. Azt akarod mondani, hogy a kórház tekintélye előbbre való neked, mint egy gyermek élete? Ha én úgy érzem, hogy a műtét feltétlenül szükséges, a bírósághoz fordulok, hogy jelöljenek ki gyámot, de erre a lépésre csak a legvégső esetben szánom rá magam, mert a kórháznak más sem hiányzik, mint hogy pert akasszanak a nyakunkba, amely ki tudja, hogy végződik. Egy pillanat. Mondok neked valamit. Ha az a gyerek meghal a te mulasztásod miatt, biztos, hogy a per lesz a legkisebb gond. Fenyegetni akarsz, remek. Megszólalt a lelkiismereted a gyerek miatt. Látod ott azt az új szárnyat? Tudod, hogy az mit jelent? Százzal több ágyat, rákszűrést a nőgyógyászaton, mentálhigiéniás szakrendelést. Most választhatok. Fejezzem be az építkezést, vagy kockáztassam a pénzt és a kórház tekintélyét egy perrel. Azt képzeled, engem nem érdekel az a gyerek? Hogy nem izgat ez a kínos ügy? De az istenit, én nem lehetek szentimentális. Nekem a kórházra kell gondolnom, ahol ezreken segíthetünk és százak életét menthetjük meg. Bárcsak a helyedben lehetnék. Nem. Inkább te az én helyemben. Mindjárt jövök, kicsikém. Hívj egy orvost. Getty! Mike, mi van Chris-szel? Jól van. Anyád ügyel rá. A bemutató? Siker. Michael. Hm? A gyermekemet akarom. Visszakapod, kicsim. Nem sokára itthon lesz. Hogy lehettem ilyen vak? Hogy lehet, hogy nem tudta? Senki sem tudhatta. Egyszerűen megtörtént. Még szerencse, hogy idejében észrevettük. Úgy értem. Miért nem éreztem meg azonnal, ahogy egy anyától várható, hogy a gyerek, akit a kórházban adtak, nem az enyém? Miket beszélsz? Az igazi fiamat akarom. Az Istenért, ezt nem mondhatod komolyan. De igen. Hiszen te vagy Chris anyja. Elfelejtetted, mennyi időt töltöttél vele. Nem tagadhatod nem meg, ami tagadok történt. Meg semmit. Csak szeretném, ha tudnád. Mindössze szeretném, ha tudomásul vennéd, hogyan érzek. Tegnap még szeretted ezt a gyereket. A tiéd volt. Hogy mondhatsz le róla hirtelen ilyen könnyen? Egyáltalán nem könnyű. Beleőrülök. De él valahol egy másik gyerek is, aki valóban a miénk. És mi tehetünk arról, hogy a világon van? És még csak azt sem tudjuk, hogy néz ki. És gondold meg, milyen beteg Chris. Tisztában vagy vele, micsoda teher lenne a számunkra a műtétje, az ápolása, és ki tudja hány újabb műtét. Mindez csak azért mondod, mert Chris beteg, és neked nem kell egy beteg gyerek. Dehogy. De miért tennénk tönkre az életünket másnak a problémája miatt? Úristen, én Chrisről beszélek, nem valami játékszerről, amelyet visszavisz az ember az üzletbe, ha eltört. Nem hittem volna, hogy képes vagy ilyet mondani. Michael, a gyermekemet akarom.
Nem, nem. Mindjárt ott leszek. Baj van, gyerünk. Chris rosszul lett. Én nem megyek. Még egy kis oxigén. Tartsuk 30% oxigénet. Igen, doktor. Nem lesz semmi baj, kicsikém. Várj csak. Mindjárt jobban leszel, kicsikém. Jó? Semmi baj. Uramisten. Már semmi baj. Szervusz, Michael. Ne ijedjen. Már jó van, minden rendben. Ő beszél. Nagyon rosszul van. Elkezdett sírni, elvesztette az eszméletét, de már jól. De hát mi okozta? Mitől? A betegségéből következik, nem kap elég oxigént. Hát már majdnem egy hete itt van. Miért vártok? Mikor operáljátok? Vannak bizonyos komplikációk. Féle komplikációk. A kórház nem operálhatja meg Kriszt a szülei beleegyezése nélkül. De hát én mindent aláírok. Én mindig nem értem a problémát. A kórház nem ismeri el, hogy te vagy az apja. Hiába írod alá. Tényleg sajnálom. Menj haza, mi? De hát te fáradt vagy. Menj csak haza. Jól van. Nagyszerűen futballoztál a főiskolán, tehát szemmel tartottalak. Jót csinálod, de forró fejű vagy. Azt hiszem, ezt te is tudod. A fenébe Ted, hány tagból is áll a főiskolai állományon? 1500 ráz volt, de csak a fele számít. Hát döntsd el magad. Itt 60 000 szurkoló ordítozna veled. Gondolom, mindenki tudja, hogy keményen bánok az edzőimmel és a játékosaimmal. Ki tudja, elviselnénk-e egymást? Én azt hiszem, hogy igen. Régóta szeretnék egy nagyobb egyetemre kerülni. Hát szerintem is itt az ideje. Mind a ketten Kertvárosban éltetek eddig. Gondolom, élvezitek majd a nagyvárosi életet. Kellemes hely a család számára. Nekem tényleg nagyon tetszik. Magának is? Nekem minden tetszik, ami Ted karrierjét elősegíti. Ted, egy kicsit furcsa, hogy mindez történt. Amikor először felhívtalak és ajánlatot tettem, visszautasítottál, és most hirtelen itt vagy. Kell lesz itt, Ted, nehogy félreérts, de miért válsz meg a csapatottól? Ahogy én tudom, kiváló együttes, és épp az idény kezdetén. Nem volt könnyű eldönteni, de úgy éreztük, hogy mindkettőnknek jó lesz. A fiunk, tudom, az időpont nem a legmegfelelőbb, de ha kellek nektek, 150%-os munkát végzek. Isten hozott nálunk, Ted. Köszönöm. Ide figyelj. Pár napon belül elküldök a szerződést, aztán megbeszéljük a továbbiakat. Nagyszerű. Te, a legjobb lenne, ha itt maradnál. Persze, ez nem probléma. Rendben van, akkor kerítek neked szállást. 9 hónapig én voltam Christopher apja. Szerettem őt. Törődtem vele. Kényeztettem, és most azt mondja, hogy ez a meghitt kapcsolat a gyerekkel nem ér fabatkát sem. Elismerem, hogy tragikus tévedés történt, de ez nem változtat a lényegen. Ez jogosítja fel arra, hogy mindezt elvegye tőlem, és azt mondja, nem vagyok Krisz apja. Rendben van. Tegyük fel, hogy engedek. Ön beleegyezését adja a műtéthez. Christophert megoperálják, de elhalálozik. Egyszer túljut a fájdalmon, és visszajön hozzánk. Visszajön és követeli az igazi fiát. Hát, azt a gyereket akarja majd, akit a felesége hozott a világra. Az igazit. És akkor mit tehetünk? Forduljunk a másik szülő párhoz, és mondjuk elnézést, ez nem a maguk gyereke. Mondjanak le róla. Egyébként az igazi fiúk meghalt a műtét alatt, úgyhogy most nincs gyerekük. Én ezt képtelen vagyok megtenni. Ön úgy látszik képtelen bármit is tenni, doktor, úgyhogy én leszek kénytelen. Elviszem Christophert ebből a kórházból azonnal. Nem járulok hozzá, hogy elvigyek. Akkor bírósági végzést hozok, mindent elkövetek, hogy megmentsem a fiamat maguktól. Mr. Sanders, ő nem a maga fia. Egy nyavaját nem az. Igen, igen, én is láttam. Na, mit szólsz az egyetemhez? Nagyon szép. Tényleg szép. Ide figyelj, van még 2 óránk indulás előtt. Nem volna kedved megnézni a várost? Beszélni szeretnék veled az új állásodról. Mi van vele? Aggaszt engem. Micsoda? Az, hogy nem fontoltad meg eléggé, amit teszel, és később meg fogod bánni. Hagyjuk ezt, nem, jó? Hadd fejezzem be. Meg fogod bánni, hogy ott hagytad Dallast. És akkor Kevint akarod majd, amiért megtetted miatta. Miattunk tettem, nem Kevin miatt. Ted, én tudom, miért vállalsz itt munkát. El akarsz kerülni Texasból, távol a kórháztól, a leletektől. De én ezzel nem értek egyet. Megfutamodsz a dolgok előtt. Senki se vetheti a szememre, hogy bármi elől megfutamodom. Sajnálom, ha így érzel. Te minek neveznéd? Csak a fiamat próbálom megóvni.
Több lehetőségünk is van, Mike. Kérhetjük, hogy a bíróság nyilvánítson Chris lelki szüleinek. Ez hosszú eljárás. A másik, hogy amennyiben Barsék továbbra sem tekintik magukat Chris szüleinek, megindítjuk az örökbefogadási eljárást. És ehhez mennyi idő kell? A bírósági határozatot legfeljebb egy év múlva kapnánk meg. Bob, ez nem ér rá egy évig. Most azonnal tennünk kell valamit. Akkor kérjük a bíróságot, jelöljön ki titeket gyámnak. Ez esetben bírósági jóváhagyással járulhatnátok hozzá a műtéthez. Jó, akkor csináljuk ezt. Kell egy írásos nyilatkozat tőled, Kettitől, dr. Henshawtól és dr. Kettitől nem. Ő az anya. Nekünk? Nem. Miért nem? Van valami probléma? Hagyd őt ki ebből. Jól van. Ha meg vannak a papírok, mehetünk a bíróhoz. Lehetséges, hogy ez a per nagyon sok pénzet be fog kerülni. Köpök a költségekre, a fiamat akarom és kész. Asszonyom, hová megy? Várjon, kérem, oda nem mehet be! Várjon! Hagyja csak, Carol! Kérem, asszonyom, tessék, üljön le. Nem, köszönöm. Üdvözlöm. Mindenek előtt szeretném, ha tudná, hogy mindent elkövetünk a probléma megoldása és Christopher műtétje érdekében. Nem azért jöttem most. Nézze! Én nem tudom, hogyan fordulhatott elő ilyesmi maguknál. És nem akarok belemenni a kórházuk hanyagságának és inkompetenciájának taglalásába, de tudni akarom, mit tesznek azért, hogy visszakapjam a fiamat. Már felvettük a kapcsolatot a másik házaspárral, akik érzésünk szerint érintve vannak. Érzésük szerint? Az Istenért, még azt sem tudják, kik azok. Nagyon jól tudom, milyen nehéz lehet magának. Higgy el, bármit megadnék azért, hogy már e percben megkapja a kisfiát. Főorvos úr, nyilván tisztában van vele, micsoda kárt tud okozni a sajtó. Figyelmeztetem. Ha nem tesz lépéseket azért, hogy visszakapjam a fiamat, nem lesz olyan ember az országban, aki ne tudná meg, amit maga és ez a kórház művelt velem. Kati? Itt vagyok. Hát te mit csinálsz? Michael, ő nem a mi fiunk. Ha mi nem tesszük meg, hát megteszi helyettünk a bíróság. Kati, ne örülj meg! Én ezt nem akarom! A bírósághoz fordulhatunk, küzdhetünk érte! Én nem akarok küzdeni! A saját fiamat akarom! És én még azt hittem, hogy ismerlek és értelek. Hát nem furcsa, hogy úgy érzem, egyáltalán nem ismerlek többé. Michael! Közelebb érzem magamhoz másnak a gyerekét, mint a saját feleségemet. A bíró úr már várja, Mr. Swain. Mr. Swain, bíró úr. Bíró úr, tudom, hogy szabálytalan, de tekintettel ügyfelem mély aggodalmára a fia miatt, kérem, engedje meg, hogy jelen legyen a tárgyaláson. Semmi akadálya, amennyiben nem fog közbeszólni. Köszönöm, bíró úr. Ügyfelem arra kéri a bíróságot, hogy jelölje ki őt ad litem gyámnak. 9 hónapon át volt a gyermek birtokon belüli szülője, és mindez ideig ő viselt gondot a gyermek felett. Dr. Henshaw a gyermek orvosa? Igen, bíró úr.
Dr. Henshaw szükségesnek tartja a műtétet, de azt állítja, hogy a kórház megtagadta az engedélyt tőle. Ugyancsak megtagadták a gyermek más kórházba való áthelyezését. Szeretném látni a másik házaspár és a kórház írásos nyilatkozatát. Az ügy sürgőségére való tekintettel nem vártunk be minden nyilatkozatot. A kórház nem nyilvánította életveszélyesnek a gyermek állapotát? Nem, uram. De érzésünk szerint azért nem, mert nem akarják vállalni azt a szívműtéttel járó kockázatot, hogy a gyermek meghalhat a műtőben. Nagyon ritka eset. Minden esetre a gyermeknek szüksége van gyámra. Tisztában vagyok vele, hogy ön igen nehéz helyzetben van, és hogy ragaszkodása a gyermekhez csodálatra méltó. Ezt figyelembe véve a bíróság kijelöli önt ideiglenes gyámnak. Azonban nem hagyhatom jóvá, hogy a sebészeti beavatkozást engedélyezze. Ha válságosá válna a gyermek állapota, engem elérhetnek, és intézkedem, hogy a bíróság elrendelje a műtétet. De hát ezért vagyunk itt. Kérlek, igazán nem értem. Kérlek, az ügyfelem azért fordult a bírósághoz, mert fél, hogyha a műtétet halogatják, a gyermek nem fogja túlélni. Dönthetek ebben az ügyben a másik házaspár és a kórházi konzílium meghallgatása nélkül. Jelenjenek meg itt, lássuk csak, mához egy hétre 9 órakor. Egy hét? Igen, uram, itt leszünk. Köszönjük, itt leszünk. Nem intéztünk el semmit. Mike, ez a legtöbb, amit tehet. Akkor úgy látszik, a legtöbb sem elég. Pedig bele kell nyugodni. Mr. Barnes? Igen. Az én nevem Michael Sanders. Nem szívesen zavarom, de feltétlenül beszélnem kell magával. Talán tudja már, hogy ki vagyok. Igen. A kórházból. Maga a másik szülő. Igen. Nem azért jöttem, hogy bármiről meggyőzzem, de szükségem van önre. Nincs kihez fordulnom. Mr. Sanders, mi megértjük, hogy nehéz helyzetben van, de igazán nem tudjuk, miben segíthet. Nem nekem kell a segítség, hanem a fiamnak. Ted, azt hiszem, meg kéne hallgatnunk. Ide figyeljen. A kórház mindent megpróbált, hogy Kevint elvehesse tőlünk. Remélem, maga nem ezért van itt. Nem arra kérem, hogy mondjon le a fiáról, de maga az utolsó reményem. Nem hagyják, hogy aláírjam az engedélyt a műtétre. Azt mondják, csak maga írhatja alá. Ha megtenné... Tudom, azt szeretné. Mr. Sanders, ha mi szentesítjük a műtétet, az annyi, mintha elismernénk, hogy mi vagyunk a fia szülei. És a következő lépés az lesz, hogy Kevint elveszi. Biztosan van rám út, hogy ezt elkerüljük. Én is szeretném, ha lenne, higgy el. Maga mit tenne a helyemben? Valószínűleg ugyanazt, amit ön. Elnézést. Látja, maga oda mehet a fiához, ha sír, segíthet rajta. Az én fiam sír, szüksége van rám, és én nem tehetek érte semmit. Mr. Sanders, csak úgy tudnék segíteni a fián, ha kockáztattam, hogy elvesztem az enyémet, és ilyet nem kívánhat tőlem. Azt hittem, hajlandó megmenteni annak a gyereknek az életét, akit maga nemzett. Ez kórház is, Oder. Nem, ez az igazság. Én sem örülök neki jobban, mint maga, de maguk megkapták az én fiamat, és én a magukét. És én boldog leszek, ha ez így is marad, csak segítsenek az én szegénykémen. Mr. Sanders, kérem. Nem mi akartuk, ami történt, és nem értjük, miért következett be. De hát mit tehetünk? Mr. Sanders. Most mit csinálj?
Felveheti, ha akarja. Nem lesz belőle baj? De vagy. Ha? Szevasz! Szia! Mit keresel itt ki? Rád vártam. Miért? Attól féltél, hogy elfelejtettem, melyik a mi házunk? A futballszezonban előfordult már párszor, hogy nem találtál haza. Te, ma délután beszéltem Morrisszal az Oklahoma Techből. Azt mondta, a szerződés már útban van hozzánk. Egy kicsit ideges vagyok, fogalmam sincs, hogyan adjam be a csapatnak. Igen, én is tudom, milyen érzés. Tudod? Igen. El kell mondanom valamit. És mi az? Csak nem beteg Kevin. Nem, nem, ő jól van, alszik most. Elvittem őt ma délelőtt a kórházba. Micsoda? A vérvizsgálatra. Ted! Jaj, Holly. Ne haragudj, hogy a hátad mögött tettem, de muszáj volt. Nekem meg kellett tudnom, és sajnos igaz. Láttam a leletet, Kevin, nem az én fiam. Hazudnak. Csak nem hiszed el nekik. Ezek mindenre képesek, hogy elhappolják tőlünk Kevint. Nem volt szükségem a leletekre. Láttam a másik gyereket, teljesen olyan, mint te. Jóságos is. Drágám, én a karomba vettem. Meghallgatnál? Hülyeség! Nem hiszek neked. Egyszerűen más beteg gyereke. Nem. Ő a mi beteg kisfiunk. De ha megoperálják, életben marad. Életben marad? Ezt mondták neked? Fogadok, hogy megnyugtattak. Felnő is olyan egészséges lesz, mint Kevin. Amerika futballsztárja, a Dallasi Cowboy. Téged csak ez érdekel? Navaját! De volt egy álmom a fiamról. Nem tudom, megvalósul-e valaha, de Kevinnel legalább van rá esélyem, a másikkal nincs. A másiknak van egy neve. Christophernek hívják, és ő a te fiad. Hogy akarod-e őt, az tőled függ. Te akarod? Igen. És mit akarsz tenni? Kiveszed Kevint az ágyból, odaadod egy idegen embernek, és a másikat csempészed a helyére? Ennyi az egész? De jó ég, az élet nem olyan, mint egy futballmeccs. Nem te szabod meg, hogy ki lesz a csapatodban a jobbszélső vagy a kapus. A gyerekedet nem választhatod ki, azért szereted őt, mert a tiéd. Nem érdekel, hogy az a másik az én gyerekem, de azt tudom, hogy Kevin az én fiam, és nem értem, hogyan vagy képes ilyen könnyen lemondani róla. Könnyen? Nem, nem, Ted, ez nem könnyű. Én épp úgy szeretem ezt a kisbabát, ahogyan te. Akkor miért? Én magamhoz öleltem Christophert, és mindjárt tudtam. Mert nem lehet, nem lehet nem észrevenni, hogy ő a mi gyerekünk. Az egy hét múlva, most már korai. Köszönöm.
Dr. Walsh-t várják a tárgyalóteremben. Dr. Walsh, a tárgyalóteremben. Még egy percet adj, jó? Várjunk még. Bennünk kell. Na, gyerünk. Jó? Megyünk, jó? Talán menjünk be ide. Holly. Olyan szép kis papa. Igen, és nagyon jó. Én tudom, hogy milyen lelki erő kellett ahhoz, hogy ide jöjjön. Igen. Én leírtam, hogy milyen ételeket szeret. Sőt, egy párat magammal is hoztam. És ha úgy gondolja a többi olmiát, azt majd holnap elviszem magukhoz. Igen. És van itt egy pár üveg banánpuding. Gondoltam, ha esetleg nem érne rá bevásárolni. És ez a kedvenc takarója. Nagyon, nagyon jól alszik napközben is. Általában egy órakor. Sikerült már megnézni a Christophert? Igen. Gyönyörű, ugye? Igen. Ha nem láttam volna, nem lett volna erőm ide jönni. Nem haragszik, ha felhívom, amikor nem tudok valamit vele kapcsolatban. Nem akarom elfelejteni.
Nem fogjuk elfelejteni. Az életünkhöz tartozik. Olyan üresnek érzem magam. Szeretem-e majd a másikat? Várj, amíg meglátod. Könnyű megszeretni. Megengedték, hogy hozzányúl? Igen, az szabad. Fel akarod venni? Nem lesz baj belőle. Nem, de hogy. Csak nem szabad feliszkodni. Gyere. Gyere, kicsi. Ne félj, nem sokára minden rendben lesz, igaz? Hala viszünk innen a kórházból, na, mit szólsz hozzá? Nézd ezt a mozit. Akár a tiéd. Tényleg? Na hát. Ezek a kezek. Csodálatos, ugye? Igen, tényleg az. Elnézést kell kérnem, hogy visszautasítottam a segítséget. Meg fog gyógyulni, és ez a lényeg. Holnapra már be is iktatták a műtétet. Szeretnék itt lenni. Igen, azt reméljük is. Maga szintén az apja. Igen, és bármikor szívesen látjuk a házunkban. Ennek örülök, de látom, kiírták, hogy eladó. Gondoltam, elköltöznek. Lemondtam az új állást ma reggel. Itt maradunk, mert Kriszt itt fogják kezelni. Az jó lesz. Akkor viszlát holnap. Lemondtad az állást? Igen. Lemondtam. Na és? Na és? Lemondtuk, igaz? Hogy fogod nevezni? Kevinnek hívják. Remek. Az én fülemnek egészen jól hangzik. Igen, azt hiszem, bejött már. Egy pillanat, megkérdezem az osztályon. Egy röntgentechnikust a 468-ra. Én már nem lehetek többé mindig melletted. De nem lesz nap, amikor ne gondolnék rád. Szeretlek, és szeretni foglak. Mindig is.
Mindig a fiam maradsz. Egy, kettő, három, most!